hoztunk néhány döntést fővárosi beruházások kérdésében. Az ülésen részt vett egyébként a főpolgármester is. Meghallgattuk a pénzügyminiszternek a beszámolóját a 18-as költségvetési év teljesüléséről. Erről mondanék is önöknek néhány adatot. Tehát a helyzet úgy áll, a 18-as év gazdasági növekedése a mostani tudásunk szerint 4,6% lesz. Az államadósságunk 71%-ra csökkent. A hiány meghaladva a reményeinket és a várakozásainkat 2%-nál megáll. A háztartások fogyasztása az több mint 6%-kal nőtt. A bruttó bér és keresett tömeg pedig meghaladta, annak a növekedése meghaladta a 11%-ot. Összefoglalóan úgy tájékoztatott bennünket a pénzügyminiszter, hogy a gazdaság stabil, erőteljesen növekszik, és ez várható a következő évben is. Vagyis, ahogy mi szoktuk mondani, ezt a Fideszben Magyarország jobban teljesít, és ez a várakozásunk a 19-es évre nézve is. Én annyit teszek még ehhez hozzá, hogy jól láthatóan Magyarország pénzügyei stabilak, és jó kezekben vannak. Ez a pénzügyminiszter és a jegybank elnök munkáját egyszerre dicséri. A következő napirendi pontunk, amit megtárgyaltunk, az a családok védelméről szóló nemzeti konzultáció volt. Megengedik itt is önökre öntök néhány tényadatot. A 1.382.000 kérdőívet küldtek vissza. Szeretnék ezért köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett ebben a konzultációban. Ennek az 1.382.000-es kitöltésnek a 8%-a internetes, a többi pedig kérdőíves. Bizonyára emlékeznek rá, hogy ez volt a 8. nemzeti konzultáció 2010 óta. Ha a részvétel arányát nézzük, akkor ez volt a 3. legnagyobb részvételi konzultáció, amiből az következik, hogy jól láthatóan nem csak a kormánynak, hanem az egész országnak fontos, vagy talán egyik legfontosabb kérdés az a családok helyzete, a gyermekvállalás kérdése és a demográfia. A kormány álláspontját önök ismerik. Az a véleményünk, hogy a magyar történelem folytatásának az esélye, vagyis az ország jövője az a családokban van. Az elmúlt 8 évben a családtámogatás összegét megkétszereztük, de ebből a konzultációból az derül ki, hogy még további lépésekre van szükség, sőt a választópolgárok további lépéseket várnak a kormánytól. A konzultáció összesítését követően a kormányzati intézkedések kidolgozása megkezdődött. Reményeim szerint valamikor a február hónap elején, a 10-e környékén esedékes évértékelő előadásomban tudom majd ismertetni a konzultáció alapján hozott kormányzati intézkedéseket. Döntött a kormány egy emlékév megindítása, hogy a magyaros emlékév lesz, majdnem 2 teljes évig fog tartani. Az a neve, hogy 30 éve szabadon. Ennek az az oka, hogy a rendszerváltás, vagy hogy mi hívjuk a antikommunista alkotmányos forradalmak 30 évvel ezelőtt vezettek eredményre egész Közép-Európában. Így Magyarországon is létrehoztunk egy emlékbizottságot. Fölkérjük a ház elnökét, hogy legyen kedves ezt elvállalni, ennek az elnöklését elvállalni, és fölkértük, illetve megbíztuk Gulyás Gergely miniszter urat is, hogy a kormány képviselje ebben a bizottságban. És végül, ami a leghosszabb időt vette igénybe a kormány ülésen, mert a legfontosabb ügy talán, az politikai értelemben mindenképpen az előttünk álló európai parlamenti választás kérdése. A kormány technikai tájékoztatót hallgatott meg először, amely arról szól, hogy az ország készen áll arra, hogy lebonyolítsa a májusban esedékes európai parlamenti választást. Utána meghallgattuk a tájékoztatót egy decemberben készült közvéleménykutatásról, amely arról szólt, hogy a
magyar választópolgárok melyik kérdést vagy mely kérdéseket tekintik a legfontosabbnak az európai választáson. 52%-uk elsöprő többségben a bevándorlást nevezte meg ilyen kérdésnek. Ebből következik a kormánynak az álláspontja, hogy egy fontos, talán sorsdöntő európai választás előtt állunk. Magyarország volt ugyanis az egyetlen ország, ahol eddig az emberek elmondhatták a véleményüket népszavazás, parlamenti választás, nemzeti konzultáció keretében a bevándorlásról és a migrációról. Európa többi országában erre eddig nem volt mód, ezért az európai választás nagy lehetőség az európai emberek számára, hogy elmondják a véleményüket a bevándorlás kérdésében. Ugye a magyar álláspont jól ismert. Mi és csak mi dönthetjük el, hogy kikkel élünk együtt, nem támogatjuk a kvótákat, állandó bevándorlási mechanizmus nem akarunk, migránsvizumokat nem támogatjuk, és a pénzt sem a migránsokra kell fordítani elsősorban, hanem a saját polgárainkra. Tisztelt hölgyeim és uraim, ezzel kapcsolatban az is elhangzott a kormányülésen, hogy egyértelmű célokat kell kitűzni az európai választásra. Mi két célt fogalmaztunk meg. Magyarországnak az a célja, hogy az Európai Unió minden intézmény rendszerében, illetve intézmény rendszerén belül, minden intézményben kerüljenek többségbe a bevándorlás ellenes erők. Első lépésként kerüljenek többségbe a bevándorlás ellenes erők az Európai Parlamentben, majd néhány hónappal később kerüljenek többségbe a bizottságban, és aztán a későbbiekben a nemzeti parlamenti választások eredményeképpen azt szeretnénk, ha többségbe kerülnénk az Európai Tanácsban is. A második célunk pedig az, hogy úgy, ahogyan ez történt korábban, ennek a választásnak az eredményeképpen is mi legyünk a legsikeresebb párt Európában, de az Európai Néppártban mindenképpen. 2009-ben 51%-os támogatást érdemeltünk ki, 2014-ben pedig 56%-os. Szeretnénk, ha továbbra is Európa legerősebb pártja lehetnénk a választások után. Ebben az összefüggésben hallgattuk meg Szijjártó Pétert az ENSZ migrációs paktumáról. Én már rész sikernek tekintem ennek a szavazási eredményét is, hiszen 9 Európai Uniós ország nem szavazta meg az ENSZ-ben a migránspaktumot. 9 Európai Uniós ország már nem szavazta meg, és ha az erőviszonyok továbbra is úgy változnak, ahogy eddig, akkor ez a szám a jövőben növekedhet, növekedni is fog. Van itt még egy érdekesség, amire szeretném fölhívni a figyelmüket. Mindenki közhelyszerűen beszél arról, hogy az Európai Bizottság demokrácia deficittel küzd. Ez érthető, hiszen a nemzetállamok delegálják, az éppen hatalmon lévő kormányok delegálják a bizottságba a tagokat, ezért hiányzik mögülük egyfajta demokratikus legitimáció, európai szintű demokratikus legitimáció, ezért találta ki az Unió ezt a Spitzenkandidát elnevezésű csúcsjelölt intézményét. Most ennek megvalósítjuk a magyar változatát, ezért a részünkről a mi listánkat, az európai parlamenti listánkat az a személy vezeti, akit egyébként bizottsági tagnak is jelölni fogunk, mert szeretnénk, hogyha a magyar nép demokratikus legitimáció is ott állna a Magyarországot a bizottságban, majd később képviselő biztos hátra megett. Meggyőződésünk, hogy ezzel a megoldással javítani tudjuk a bizottság demokrácia minőségét. Ha megengedik, még szentelnék néhány gondolatot annak a ténynek a jelentőségét aláhúzandó, hogy az európai választásnak a fő témája jól láthatóan és elkerülhetetlenül a migráció és a bevándorlás lesz. Nem szoktunk erről beszélni, mert a modern média viszonyok közepette a félmondatos üzenetekben van az erő, és a hosszas kifejtésekre nincs kereslet, de talán most mégis azt elmondhatom önöknek, hogy a migráció nem egyszerűen a fő témája lesz az európai parlamenti választásnak, hanem ez egy olyan téma,
amely mélységében alakítja át a teljes európai politikát. És ez naponta történik, minden nap, ma is, ebben élünk. Ez a meghatározó politikai folyamat szerintem ma Európában. Figyeljék meg, hogy a pártok felosztása, amelyet hagyományosan jobb és bal oldalra szoktunk tenni, vagy így szoktunk használni, ez hogyan adja át a helyét egy fontosabb dimenziónak, a bevándorlás pártiak és bevándorlás ellenesek párt képletének. Mert korábban milyen jelentős volt, hogy valamelyik párt Európa ellenesnek, vagy Európa szkeptikusnak mondta magát, ez ma hogy eltörpül a bevándorlással kapcsolatos álláspont súlya mögött. Vagy gondoljunk arra, hogy ez a bevándorlás és migrációs vita, ez újra értelmezi a viszonyunkat a kereszténységhez. Egyértelműen megerősíti a keresztény kultúrához való kötődésünket, a keresztény kultúra védelmét szinte politikai kötelezettséggé teszi, és a kereszténységet magát is, mint európai életformát definiálja. Ez egy új jelenség az európai politikában. Férfi-nő egyenjogúság kérdése, vallásszabadság kérdése, ezek most mind-mind a bevándorlás kapcsán a legfontosabb kérdésekké váltak. A migránsokról szóló vita az újraértelmezi a szuverenitás vitákat is, hiszen most a szuverenitás vita az abban testesül meg, hogy ki dönthet arról, hogy egy közösség, Európa egy-egy országa kivel kíván, vagy kivel nem kíván együtt élni. Lehet-e rá erőltetni tőle idegen népcsoportokat, vagy azok befogadásáról csak ő maga dönthet. Jól látható, hogy azok, akik bevándorlás pártiak, azok nem tartják tiszteletben azoknak a döntését, akik nem akarnak migránsokat befogadni, holott ez egy demokratikus döntés. Mi tiszteletben tartjuk a bevándorlás pártiak demokratikus döntéseit, amelyek arról szólnak, hogy ők fogadnak be migránsokat, sőt, ezt kívánatosnak is tartják. Ők viszont nem tisztelik a mi álláspontunkat, az erre vonatkozó döntéseinket sem tartják tiszteletben, amelyen mindezt elutasítjuk. Szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy a migráció olyan erejű kérdés, amely, ha nem figyelünk oda, akkor megbonthatja az Európai Unió építményét, hiszen a Brexit mögött is könnyen felfedezhetjük a migrációs vitát. Az is látható, hogy a migráció kérdése az megváltoztatja az európai társadalmak fejlődési irányát. Eddig egy egységes európai civilizációval volt dolgunk, amelyen belül nemzeti karakterekkel jellemezhető önálló országok jelentek meg. Ez most megváltozik. Az egységes civilizációnk helyett két különböző civilizáció lesz Európában. Lesz egy vegyes civilizáció, amely egy iszlám és keresztény együttélésre, vegyes civilizációra építi a jövőjét, és vagyunk mi Közép-Európában, akik továbbra is keresztény civilizációként képzeljük el Európát, amit úgy szoktunk kifejezni, hogy Európa maradjon az európaiaké. És arra is szeretném fölhívni a figyelmüket itt a liberális, illiberális demokráciáról szóló viták tekintetében, hogy jól láthatóan minden liberális demokrata egyúttal bevándorláspárti is. Továbbá, miután Brazíliában is jártam az év elején, ahol átadhattam Magyarország jó kívánságait Brazília új elnökének, azt láttam, hogy az európai migrációs vita, ez túlnyúlik a kontinens határain, és egy érvényes vitát jelent a többi kontinens belpolitikájában is. Ez nyilván összefügg azzal, hogy az ENSZ a migráció kérdését globális kérdéssé tette, de jól látszik, hogy ez közelebb hozza a hasonló gondolkodású politikai szereplőket, akkor is a különböző kontinensen élnek. Például a keresztény demokrácia most itt Európában leginkább alkalmasnak tűnő, modern keresztény demokrácia leginkább alkalmasnak tűnő definícióját az ember Brazíliában találja meg, és nem Európában, ahol a brazil elnök, ha átfordítom kulturálisan a választási üzenetét magyarra, akkor valami olyasmit mondott, hogy Brazília, az a mi esetünkben persze Magyarországot jelenti, tehát Magyarország mindenek előtt, és Isten mindannyiunk fölött. Tehát jól látszik, hogy megjelentek a globális politikában olyan új eszmei irányzatok, és olyan pártok, amelyek hozzá tudnak járulni nem egyszerűen csak a migrációs vitához, hanem az ennek kapcsán kialakuló európai globálissá váló szellemi vitákhoz is. Nos, tehát végezetül szeretném megismételni, hogy
Magyarország készen áll az európai parlamenti választásokra, ezt hibátlanul le tudjuk majd bonyolítani. A programok mind a bevándorlás párti, mind a bevándorlás ellenes oldalon jól haladnak, megfogalmazásukban a felek jól haladnak előre. Ezt az ellenfelénktől sem szeretném elvitatni. Mi is világosan megfogalmaztuk a célkitűzéseinket, szeretném ezt megismételni. Azt szeretné a magyar kormány, hogyha Európa, az Európai Unió minden intézményében a bevándorlás párti erők kerülnének többségbe, és a legnagyobb magyar kormányzó párt, a Fidesz, a Kereszténydemokrata Néppárt közösen maradhatna Európa legsikeresebb parlamenti pártja.